Уважаеми дами и господа, от името на политическа организация Възраждане, сърдечно ви благодаря. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az újjászületés mozgalom nevében szívből köszönöm a meghívást. Az október 23-ai Magyar Nemzeti Ünnep alkalmából üdvözlök minden bajtársat, magyar szövetségesünk, a Mi Hazánk mozgalom minden egyes tagját és szimpatizánsát. Ezúton is szeretném tolmácsolni önök felé, az újjászületés mozgalom elnökének, dr. Kosztadin Kosztadinov úrnak a legszívélyesebb üdvözletét. Голяма радост е за мен, че мога да съм тук сред вас. Hatalmas örömömre szolgál, hogy önök között lehetek a mai napon, mert mi, bolgárok és magyarok, testvérnépek vagyunk. Nem csak közös eredetünk, hanem egyenesen történelmi sorsközösségünk miatt is. Talán nem is véletlen, hogy csupán 4 nappal a mai magyar nemzeti ünnep előtt, október 19-én ünnepeltük a bolgár-magyar barátság napját is. A történelem folyamán a mi, bolgár-magyar testvériségünk megtörhetetlennek bizonyult. A 20. század folyamán mi bolgárok és magyarok 2 világháborúban harcoltunk egy és ugyanazon oldalon, válvetve egymás mellett. Míg az első világháborút követően Bulgáriát és Magyarországot brutálisan szétszakították területileg, a második világháborút követően mindkét ország a kommunisták uralma alá került, a Szovjetunió szatellitállamává válva, nagy mértékben elveszítve saját állami szuverenitását. Az 1956-os forradalom és szabadságharc folyamán a testvéri magyar nép hősiesen bizonyította, hogy ismét kész harcba szállni nemzeti szabadságáért és sok évszázados értékeiért. Magyarország az egyetlen állam, amely a szocializmus ideje alatt, még ha csak néhány nap erejéig is, 1956 őszén hivatalosan is kilépett a Varsói Szerződés szervezetéből, amelybe Bulgária és Magyarország együtt léptek be a bolgár és a magyar nép legitim felhatalmazása nélkül. Az 1956-os forradalom és szabadságharc folyamán Magyarországot gyakorlatilag teljesen magára hagyták, mindenféle nemzetközi segítség nélkül. Magyarországnak nem volt esélye megnyerni ezt a csatát a harctereken a szovjet túlerővel szemben, azonban soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a hősök halhatatlanok. Az ő személyes áldozatukról nem feledkeztünk el, és soha nem is szabad elfelejtkeznünk. Pontosan őnekik kell a későbbi nemzedékek számára példaképpé válniuk. 66 év telt el azóta, és sajnos nem kis hasonlóságokat fejezhetünk fel az akkori és a mostani események között. Egyes-egyedül csupán az égtájak fordultak meg teljes egészében. Napjainkban, 66 év elmúltával, Bulgária és Magyarország ismét együtt tagjai egy új varsói szerződésnek, amelyet NATO-nak hívnak. 1956 óta 66 év telt el, és bizony odáig jutottunk, hogy Magyarországot szó szerint, mint államot fenyegetik a NATO által felfegyverzett ukrán neonácik, akik a kárpátaljai, magyar és ruszin lakosságot, valamint a dél-ukrajnai, beszarábiai és tauridai bolgár lakosságot is terrorizálják. Mindez azért történik így, mert a bolgár és a magyar nép, Magyarország esetében pedig még maga a magyar állam is sok évszázados értékeiket próbálják védelmezni, és nem kívánnak ágyútöltelékké válni a globalisták Oroszországi Föderáció elleni háborújában. Az ellen, az Oroszországi Föderáció ellen, amely lerázva magáról a szocializmus igáját, a hagyományos értékek védelmezőjévé vált, és 66 év elmúltával, immáron az egykori cári orosz birodalomhoz hasonlóan ismét a leghatalmasabb keresztény államnak számít. Politikai pártjaink, az újjászületés mozgalom és a Mi Hazánk mozgalom immár évek óta harcolnak válvetve a globalisták ellen, a bolgár és a magyar nép teljes szabadságáért és nemzeti szuverenitásáért. Együtt vettük fel a harcot az embertelen Covid-diktatúrával és a globalisták és helyi szervezeteik, valamint klientúráik által véghez vitt, a kötelező oltás bevezetésére tett még embertelenebb kísérleteivel szemben. Évek óta közös erővel védelmezzük a Bulgáriától és Magyarországtól elszakított határon túli kisebbségek jogait, és együttes erővel állunk ellent
az Európai Unió neoliberális elveivel, valamint az Európai Egyesült Államok megteremtésére tett kísérletekkel szemben a szuverén, független és keresztény nemzetállamok Európájáért harcolva. Erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten készen állunk az európai, azon belül is leginkább a kelet-európai és balkáni béke és stabilitás, valamint a nemzetállamok szuverenitásának sérthetetlensége védelmére. Kedves magyar fivéreim és nővéreim! Soha ne feledjük el, hogy Bulgária és Magyarország Európa legrégebbi államainak sorát ékesítik. Bizonyítottuk, hogy ősi és büszke népek vagyunk, amelyek nem keveset tettek már a világért. Mint népek, nem kevés történelmi válságon jutottunk már túl, és bebizonyítottuk, hogy ha kell, készek vagyunk megvédeni szabadságunkat. Hiszem, hogy Isten segítségével sikeresen jutunk át a jelenleg ránk leselkedő közös veszélyeken, és egy napon, közös harcunkban, közös győzelmet fogunk aratni közös ellenségeink felett. Ezúton is szeretnék boldog nemzeti ünnepet kívánni. Éljen Magyarország, éljen Bulgária, éljen a bolgár-magyar testvériség!